Óvodai játszóudvar kialakítása, közösségi ház felújítás, csak kettő azon fejlesztések sorából, amelyek a következő hónapokban valósulnak meg Nyírcsaholyban. A településen jelenleg is zajlanak beruházások, a részletekről a polgármesterrel beszélgetek hamarosan, no, de előtte érkezzenek további témáink röviden. Jó estét kívánok! Covid versus influenza, egyszerre is beadható a két oltás. Nyírbátori Ipari Park a tudomány és innováció egyik bázisává válhat a jövőben. Nyírcsahai beruházások, több épület is korszerűsödik a településen. Már elérhető az influenza elleni ingyenes védőoltás a házi orvosi rendelőkben. Felvétel azért is különösen fontos, mert a koronavírus fertőzés magasabb kockázatot jelent, ha más betegséggel is együtt jár. Sokakban merül fel ugyanakkor a kérdés, mennyi időnek kell eltelnie a COVID elleni vakcina beadatásától, illetve mennyire csökkentik egymás hatásosságát. A témával kapcsolatban vennék a stúdióban dr. Kis Csaba házi orvos. Jó estét kívánok, köszönjük, hogy itt van nálunk. Jó estét kívánok. Na, még mielőtt azért ezeket a kérdéseket feltenném, mire számítanak idén influenza a szezon szempontjából? Lesz influenza szezon? Vélhetően lesz, bár ez attól is függ, ugye, hogy milyen korlátozások lesznek még itt a későbbiekben bevezetve, mert hát ugye a tavalyi évben gyakorlatilag azért maradhatott el, ha lehet így fogalmazni, az influenza szezon, mert ugye ezek a járványügyi intézkedések, a távolságtartás, a maszkhasználat, a higiénés szabályok fokozott betartása, ezek mind-mind ugye nem csak a Covid-nak a terjedését vetették vissza, hanem az egyéb felső légúti betegségeket okozó vírusok, például az influenzának a terjedését is. Úgyhogy nyilvánvalóan azért, hogyha most is fokozottan odafigyelünk ezeknek a szabályoknak a betartására, akkor sokkal kisebb mértékű a valószínűség, hogy influenzával megfertőződünk, de hát igazándiból azért benne van a pakliban, hogyha nem lesznek olyan komolyabb korlátozások, akkor akár egy súlyosabb influenza járvány is rájöhet erre a koronavírus negyedik hullámra. Az már pedig nem egyszerű megkülönböztetni, gondolom, az influenzát a koronavírustól. Önök meg tudják különböztetni? Tehát, hogyha felhívja önöket egy beteg, akkor el tudják mondani azt, hogy ez valószínűleg mondjuk COVID. Csak tünetek alapján nem lehet. Tehát a koronavírus fertőzés is annyira heterogén tünetekkel járhat, annyiféleképpen tud megjelenni, hogy igazándiból még influenza szezon nélkül is egyértelműen csak PCR tesztel, vagy ugye a gyors tesztek pozitivitása esetén lehet azt mondani, hogy ez COVID fertőzés, amivel szembeállunk. Nagyon sok olyannal találkozunk, hogy szimpla ilyen allergiás jellegű panasz, szemviszketés, tüsszögés, ilyen vízszerű orfolyás formájában zajlik a koronavírus fertőzés. A mai napon például volt olyan paciensem, akinek semmi más tünete nem volt, csak egy szimpla hasmenés. Semmi légúti panasza nem volt lázas, tehát rettentő sokféleképpen tud megjelenni. Ezért is kell a lehető legszélesebb körben tesztelni, és hogyha ugye a tesztek pozitívak, akkor tudjuk a COVID-specifikus terápiát beállítani az illetőnek. Na, nézzük akkor, hogy mi a megoldás, hogy lehetőleg ne legyenek nagyon nehezek ezek a tünetek, akár influenza, akár COVID. Hát a COVID tekintetében tudjuk akkor, hogy ott is van védőoltás. Influenza tekintetében is van védőoltás. Hogyan adassuk be a kettőt, hogyha nagyon-nagyon szeretnénk védekezni? Hát ezt igazándiból azért elsősorban egyénre szabottan kell megállapítani, tehát mindenképpen érdemes a kezelő orvossal tárgyalni róla, mert ez itt attól is függ, ugye, hogy milyenek az alapbetegségei az illetőnek, hány éves, a COVID oltásokkal hogy áll, tehát hogy most az első oltást fogja még felvenni, vagy éppenséggel már a harmadikat, vagy esetleg már meg is kapta a harmadik védőoltást. Az alapelv az, hogyha nem egy időben kapja meg a COVID oltást és az influenza oltást az illető, akkor legalább 4 hét különbségnek kell lenni a két védőoltásnak a beadása között. Már pedig egy időben is megkaphatja akkor. Így van, meg lehet kapni. Azt viszont nem értem, hogyha egy időben kapja meg, akkor miért, hogyha nem egy időben kapja meg, akkor miért 4 hétnek kell eltennie? Ez igazándiból a legtöbb védőoltásnál fennáll ez a protokoll, hogy azért, mert hogyha mondjuk teszem azt, valaki megkapja a COVID elleni védőoltást most, ugye beindul egy immunválasz, az immunrendszer elkezd azzal az adott
dologgal foglalkozni, elkezdhetnek már ugye akár tünetek is kialakulni, arra már, tehát akár mondjuk, tehát mint egy normális oltási reakciónál ugye kialakul egy kis gyulladásos folyamat, izomfájdalmak, gyengeség, láz, ilyesmi, erre a beindult immunválaszra most még egy plusz antigént bevinni, egy plusz oltási reakciót, az nem szerencsés, ezért szoktunk inkább 4 hét különbséget hagyni, azért, hogy az első oltás ellen a megfelelő immunválasz ki tudjon alakulni, a szervezet egy kicsit tudjon regenerálódni, és akkor beadjuk utána a következő védőoltást. Ez csak inkább ilyen biztonsági dolog igazándiból. Bocsánat, csak még tegyük tisztába, tehát, hogy vagy akkor egyszerre adják be mind a két védőoltást, vagy négy hét elteltével, és akkor melyik az, amelyiket inkább javasolják? Hát jelenleg, ugye most az akutabb a Covid védőoltásnak a felvétele, mivel hogy a negyedik hullámnak a felszálló szárában vagyunk, tehát az lenne a legfontosabb, hogy mindenki, akinek most a soron következő akárhanyadik oltása van, első, második, harmadik, minél hamarabb vegye fel, és akkor 4 hét elteltével meg az influenza elleni védőoltást felveheti az illető. Egymás hatásosságát csökkentik ezek a Nem. vírus? Nem. Hát ugye még igazándiból vannak olyan mutatók, ami szerint van egy kis keresztvédelem. Tehát, hogy aki Covid ellen immunizált, annak a szervezete az influenza ellen is egy kicsit jobban tud védekezni, és fordítva. Úgyhogy egymás hatásosságát nem csökkentik. Nézzük, beszéljünk akkor a mellékhatásokról, hogy milyen mellékhatásokkal kell számolni. Nagyon erős mellékhatással, hogyha akár egyszerre adják be? Nem jellemző igazándiból, tehát ez a normál oltási reakció szokott leginkább előfordulni, néhány napos levertség, izomfájdalom, az oltás helyén egy kis helyi fájdalom, esetleg láz, komolyabb, tehát ez nem is mellékhatás, hanem ez egy normális oltási reakció, tehát aktiválódik az immunrendszer, és az ezekkel a tünetekkel jár, ez egy teljesen normális dolog. Nagyon ritkán ugye előfordulhat mellékhatás, tehát ez a Pfizer vakcinájával kapcsolatosan is, meg más vakcinákkal kapcsolatosan is mutattak ki dolgokat, bizonyos ugye ilyen véralvadási problémákat, szívizomgyulladást, ezek nagyon-nagyon ritka mellékhatások, tehát több százezer beoltottból néhánynál jelentkezik csak, vagy millióból néhánynál jelentkezik csak, viszont maga a fertőzés ugyanilyen problémákat tud csinálni, súlyosabb esetben ugye szívizomgyulladást, véralvadási problémákat, de sokkal-sokkal nagyobb gyakorisággal, tehát a védőoltásnak a felvétele az ilyen szövődmények szempontjából is sokkal kisebb kockázatot jelent, mint az, hogyha megfertőződünk a vírussal. Nézzük az influenza elleni védőoltás hatásosságát. Ugye az előző évben kimaradt akkor egy szezon, és hogyha jól tudom, a szakemberek mindig az előző évi szezon alapján állítják össze az évi szezon elleni védőoltást, a védőanyagot. Hát mennyire hatásos akkor meg a tekintetben? Meg ugye az alapján, amilyenek a világadatok, tehát ugye az epidemiológusok monitorozzák azt, hogy milyen influenza törzsek okoznak a világ különböző részén fertőzéseket, és ebből lehet következtetni arra, hogy nálunk mely törzsek lesznek azok, amik valószínűleg nagyobb járványt fognak okozni, és ezeket a törzseket teszik bele az évi oltóanyagba. Nálunk ugye egy nagyon jó minőségű, 3 komponensű magyar gyártmányú vakcina van, ami vélhetően jó védelmet fog nyújtani. De így mennyire lehetett kikövetkeztetni azt, hogy az idei szezonban, ha az előző szezonban nem volt, és hát nem tudom, a világban sem lehetett arról hallani, hogy annyira tombolt volna az influenza. Szóval mennyire hatásos védőoltást tudtak kifejleszteni? Hát ezt biztosan majd csak utólag lehet megmondani, de ugye, tehát attól függetlenül, hogy nincsenek nagy esetszámok, még azt látjuk, hogy melyek azok a vírustörzsek, amik jobban felbukkannak a világba itt-ott. Tehát én szerintem elég megbízható ez az oltás, de biztosat majd csak utólag lehet mondani. Még azért a tapasztalatokról beszéljünk, Covid elleni védőoltás, a harmadik. Az önök tapasztalata szerint mennyire vevők erre az emberek, a lakosok, mennyire akarják beadni, illetve az influenza elleni védőoltással kapcsolatban is ugyanezt tenném fel. Igen. Hát az influenza elleni védőoltás után nem annyira tolongan az emberek, mint amennyire indokolt lenne sajnos. Hozzám is jönnek a rendelőben nap mint nap néhányan, de nem túl nagy az oltakozási kedv. Hát ennek részben az az oka, hogy nagyon sokan szenvednek ugye különféle akut felső légúti betegségtől most is, illetve nagyon sokan ugye mostanában vették fel a valamelyik Covid elleni védőoltást, és akkor amiatt sem vehetik fel. Tehát ez is azért egy kicsit lassítja a folyamatot.
Most, hogy a negyedik hullám elkezdett beindulni, azt látom, hogy a harmadik oltásra egyre többen kezdenek el jelentkezni szerencsére, és hát szükségesnek is tartom, főleg azoknál, akik nem estek még át a fertőzésen, hanem csak két védőoltást kaptak meg eddig, mert ugye, aki már egyszer átesett a fertőzésen, utána megkapott két védőoltást, azoknál kvázi olyan, vagy még jobb, mint hogyha három oltást eddig megkaptak volna, de hát ugye már most azért vannak hosszabb távú tapasztalatok, látjuk azt, hogy akik január-február időszakban vagy tavasszal kapták meg az oltást, azért fél év, 7-8 hónap elteltével az antitest szint azért elkezd lecsökkenni, és emiatt ugye a védekező képességük sem annyira jó a COVID ellen, ezért a harmadik védőoltás felvétele mindenképpen ajánlott azért, hogy egy éberebb immunválaszunk legyen. Beszéljünk akkor a jelenlegi helyzetről. Én azt hallottam, hogy tele vannak a rendelők, a fél ország köhög. Önöknek mi a tapasztalatuk? Ezt alá tudják támasztani, hogy tényleg van most a levegőben valamilyen olyan vírus, vagy valamilyen olyan betegség, amely egyébként nem COVID? Igen, hát gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy beindult az iskola szezon, nagyon meredeken elkezdett emelkedni ezeknek az őszi ilyen különféle nátha vírusoknak a száma. Az első időszakban gyakorlatilag ilyen október közepéig nem nagyon volt jellemző, hogy covidos beteget találtunk volna közöttük, viszont a gyerekek között, a felnőttek között is rettentő sok volt az ilyen lázzal, vagy láz nélküli ilyen felső légúti hurutos tünetekkel járó megbetegedéseknek a száma, és hát ugye többféle ilyen vírus kering, ami ilyen felső légúti tüneteket tud csinálni, ezért van az, hogy a gyerekek is elmennek közösségben, megfertőződnek, köhögnek egy-két hétig, folyik az orruk, fáj a torkuk, stb. Meggyógyulnak, visszamennek, 2-3 nap múlva meg beleesnek a következőbe, aztán a harmadikba, és igen, tehát rettentően sokan vannak. Nekünk is az utóbbi hetekben naponta 130-150 beteg jön a rendelőbe, vagy hív minket telefonon, nyilván nem csak ilyen, hanem mindenféle egyéb tünetekkel. De mintha most jobban is támadott volna ez a betegség meg minket. Hát ezt jól érzékelem, és ha igen, akkor ennek valószínűleg mi az oka? Ennek ugyanaz az oka, ami miatt jobban félünk az influenza szezontól is, hogy ugye nagyon sokáig nem voltunk közösségben. Meg volt a távolságtartás, a maszkhasználat, az embereknek az immunrendszere nem annyira van ugye felpörögve, mert nem voltunk úgy közösségben, nem nagyon találkoztunk ezekkel a vírusokkal. A gyerekeknél meg egyébként is ez egy természetes dolog, hogy ugye az egyik vírusos fertőzésből meggyógyulnak, kialakul valamennyi immunitás ellene, aztán jön a következő, a harmadik, stb. De most ugye ez nagyon sokáig kimaradt, ezért most találkoznak nagyon sokféle vírussal először, és ez mind újabb meg újabb fertőzéseket generál náluk. Úgyhogy igen, összetett az oka a dolog, de leginkább ez a... És akkor megoldás a maszkhasználat? Mert hogyha nem hordjuk a maszkot, elkapjuk a betegséget, erősödik az immunrendszerünk. Tehát ez is egy logikus. Tehát most egy ilyen szimpla, ilyen náthás fertőzésnél, hát most ezektől nem feltétlenül kell úgy megvédeni magunkat, mert ez a velejárója a közösségi életnek. Egyébként állandóan maszkot hordhatnánk. Amúgy meg valójában ez egy természetes dolog, hogy ezekkel a különféle vírusokkal találkozunk, van egy kis enyhe fertőzés, aztán szépen meggyógyulunk belőle. Tehát normál esetben nem. De ugye a COVID az nem egy sima nátha, annak azért sokkal nagyobb a halálozása, sokkal nagyobb a szövődmény rátája, ráadásul általánosságban véve sokkal virulensebb is, illetve hát ugye bárkit képes megfertőzni, aki még nem találkozott vele, vagy nincs oltással immunizálva ellene. Emiatt a COVID esetében nagyon, nagyon fontos, igen, a higiénés szabályok fokozott betartása. Ezek miatt a sima ilyen rinovírus, meg egyéb miatt nem. Köszönjük, hogy itt volt nálunk. Köszönöm. Központi autóbuszállomás és elkerülő út épült, valamint nagyszabású energetikai fejlesztést hajtottak végre a Nyírbátori Ipari Parkban. A több mint 2 milliárd forint összköltségű beruházás záró rendezvényén az innovációs és technológiai miniszter azt mondta, az a cél, hogy tudományos innovációs park jöjjön itt létre, ahol nem csak a gyártás, de a kutatásfejlesztés is központi szerepet kap. Ezzel egy időben átadták a Nyírgyulajt Nyírbátorral összekötő kerékpárutat is, amely jelentős közlekedésbiztonsági fejlesztésnek számít. Ünnepélyes szalagátvágással adták át pénteken az 5,2 km hosszú kerékpárutat Nyírgyulajban. A közlekedés biztonsága és a baleset megelőzés szempontjából is hiánypótló beruházás született,
amely Nyírgyula és Nyírbátor települését köti össze. Ennek a kerékpárút építésnek a szükségességét, fontosságát azt gondolom, hogy senki nem vitatja. Az úton napi közel 3000 darab gépjármű halad át, ez a mennyiség már önmagába véve is potenciális veszélyforrást jelentett az itt közlekedőkre, de különösen a kerékpárosokra és a gyalogosokra. Számszerűen nem tudom megmondani, de tudom és látom, ahogy többen munkába járáshoz használták korábban az utat, most már a kerékpárutat, ők azok, akik igazán értékelik és érzik ennek a fejlesztésnek a fontosságát. A folyamatos kamion és gépjármű forgalom miatt fokozott veszélynek voltak kitéve a településen gyalog és kerékpárral közlekedők, a jelenlegi beruházással így új korszak kezdődik a lakosság életében. A további fejlesztésekkel együtt a Nyírségben hazánk egyik legnagyobb kiterjedésű egybefüggő kerékpárút hálózata jöhet létre. A következő 7 éves fejlesztési ciklusban is a területi operatív program lesz a gazdája a kerékpáros fejlesztéseknek, olyannyira, hogy befogadtuk a Révisz Máriusz kormánybiztos úr által vitt Aktív Magyarországért programot is, tehát az a program rész is, országosan ez több mint 50 milliárd forintot jelent kerékpárút fejlesztésre, az a TOP keretében mi fogjuk gondozni, és ilyen módon biztos vagyok benne, hogy további ehhez hasonló, nagyon fontos fejlesztéseknek tudunk lehetőséget adni a megyei önkormányzat részéről. A térségben 19 kerékpárút szakasz kapott zöld utat. A korábbi uniós ciklusban 9 szakasz épült meg, míg az elmúlt 4 évben 10 kerékpárút készült el. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter elmondta, a legfontosabb a közlekedés biztonsága és a környezet megóvása. A kormány az elmúlt években jelentős energiát és pénzt fektet abba, hogy kerékpárutakat építsünk. 1600 kilométer kerékpárút épült meg eddig. És hát ennek az egy következménye, hogy Magyarország Európában a harmadik leginkább bicikliző nemzet, a hollandok és a dánok után. Ez meglepő, de valóban így van. Ennek a feltételrendszerét biztosítjuk. Ha megnézzük azt, hogy Magyarországon hol bicikliznek legtöbbet, az Alföld, ez nem véletlen, hogy ez alába, ez egy kicsit nehezebb, mert fölfele is kell menni partnak, és ez egy kicsit bonyolultabb ügy, de az Alföldön ez teljesen tipikus közlekedési formával vált, és a kormánynak meg az a dolga, hogy ezt támogassuk. Támogassuk azzal, hogy bicikliutakat építünk, és megpróbáljuk ezeket utána nyilván karbantartani. Itt a magyar közútnak nagyon fontos feladat, hogy a bicikliutnak ez az állapota nem csak a megépítésén legyen így, hanem utána ugyanígy biztonságosan és megfelelő körülmények mellett tudunk kerékpározni. A most átadott bicikliút a Nyírbátori Ipari Parkot is elérhetővé teszi a helyiek számára. A megye egyik legjelentősebb ipari parkjában elkerülő utat, egy 20-állásos központi buszmegállót építettek, valamint nagy volumenű energetikai fejlesztést is végeztek. A beruházásra azért volt szükség, mert jelenleg több mint 200 településről, közel 5000 munkavállaló dolgozik itt. Műszakváltások idején pedig akár 80 busz is érkezik a területre. Az erről szóló tájékoztatón elhangzott, itt a multinacionális cégek mellett számos hazai kis- és középvállalkozás van jelen. A szolgáltató maga is kivette a részét, és azt gondolom, hogy ez is egy rendkívül fontos dolog, hogy maga az áramhálózat fejlesztése önmagában majdnem 1 milliárd forint volt. Ha mindezt összerakjuk, akkor látszik, hogy ez az 1 milliárdos projekt, ez több mint 2 milliárdos projekt, és ez azt mutatja, hogy 2 milliárd forinttal tudott bővülni a Nyírbátori Ipari Park, és én azt gondolom, hogy ez önmagában dicséretes. Simon Miklós fideszes országgyűlési képviselő arról beszélt, ebben az uniós ciklusban 48 programban mintegy 35 milliárd forint értékű uniós és hazai forrás érkezett Nyírbátorba. Ennek egyik legjelentősebb beruházása az ipari park fejlesztése, melynek végcélja az, hogy tudományos és technológiai park jöjjön létre. Azt indítványoztam, azt szeretném kérni miniszter úrtól, hogy ezt a parkot minősítsük Science Parknak, tegyük meg a szükséges lépéseket. Kérem, tisztelt miniszter úr, hogy amennyiben lehetőség adódik, a Science Park irányába tegyünk lépéseket, hiszen itt minden lehetőség rendelkezésre áll. A tájékoztatón Palkovics László innovációs és technológiai miniszter elmondta, a következő fejlesztési lépésre is megérkezett a forrás,
Az önkormányzat 460 millió forintot nyert inkubátorház fejlesztésre az ipari parkban. Úgy tűnik, hogy azok az intézkedések, amit az elmúlt időszakban hoztunk, legyenek ezek munkaerőpiaci, gazdaságfejlesztési intézkedések, ezek működtek. A magyar gazdaság az Európai Unióban az első 5 gazdaság között van, aki egyébként a vírusválság előtti pályájára visszatért, tehát nagyon gyorsan visszapattant a gazdaságunk, ezenből nagyon gyorsan pattant vissza egyébként az ipari termelésünk. Ha bár egy pénzügyi miniszterekkel nem célszerű vitatkozni, ezt nem is teszem, sem az itt lévővel, sem a jelenlegivel, hogy hány százalék gazdasági növekedésünk lesz mérnökként, én ezt egy kicsit máshogy látom, úgy gondolom, hogy ebben az évben 7% gazdasági növekedés mindenképpen meg fog történni. Ennek indokai vannak, például az, hogy a magyar ipar, a magyar gazdaság jó állapotban van. Nem csak a gazdasági mutatóink álltak helyre, hanem ha megnézzük a munkaerőpiaci mutatóinkat, itt is gyakorlatilag ugyanaz a helyzet, mint a vírusválság előtt. Ugye 2010-hez képest Magyarországon létrejött körülbelül 1 millió munkahely. Itt ezeket a munkahelyeket sikerült megőriznünk, olyannyira sikerült megőriznünk, hogy ez év augusztusában a valaha volt legmagasabb alkalmazási létszám, alkalmazotti létszám jelent meg Magyarországon. 4,7 millió embernél többen álltak alkalmazásba, én az elmúlt 30 évben nem volt. Tehát ez azt jelenti, hogy a válság azon túl persze, hogy minden szempontból negatívan érintett bennünket, de ebből jól tudtunk kijönni. Nem csak, hogy visszaállt az előző állapot, hanem egy érdekes átstruktúrálást figyelünk meg a munkaerőpiacon. Vannak olyan területek, ahol csökkent az alkalmazotti létszám, és vannak olyan területek, ahol viszont növekedett, ez azt jelenti, hogy átvándoroltak emberek, a válság előtt esetben érintett például turizmus, vendéglátás, a feldolgozóipar bizonyos területeiről, olyan területekre, mint a tudomány és a kutatás, mint az infokommunikáció és mint az építőipar. Én azt mondom, hogy ez a strukturális változás nagyon sok mindent mutat. Ez azt is mutatja, hogy a magyar gazdaság azokon a területeken, ami egy jövőorientált high-tech ipari terület, szintén lehetőséget tud kínálni a munkavállalóknak. A tudományos és technológiai park minősítéssel kapcsolatban kiemelte, Nyírbátorban minden adott ennek megvalósításához. Vannak egyszerűbb science parkok, például a nagy egyetemek mellé építő science parkok Szegeden, Pécset, Budapesten, Debrecenben például. A Nyírbátori az a nehezebben fölépíthető közé tartozik, viszont minden esetünk megvan arra, hogy ezt jól fel tudjuk építeni. Abban maradtunk, hogy részben a város, a polgármester úr, képviselő úr, a helyi kihelyzett képzési központ a kormánnyal együtt ennek a struktúrát fölépíti. Ügyszerűen 2 éven belül ebből látható eredmények lesznek. Az ipari parkban tett látogatást követően a Nyírbátori Városházán tartottak konferenciát. Az eseményen elhangzott, innovációs és technológiai kutatási központot is létrehoznak Nyírbátorban. Ma azért is mérföldkő a térség életében, az Észak-Alföldön, mert elindítjuk kutatási programunkat, fejlesztési, innovációs és kutatási központot indítunk, amelynek része a gazdaságvédelem, a vállalkozásvédelem, az innováció és a védelmi ipar. Az Innovációs és Technológiai Kutatási Központ létrehozásáról Nyírbátor városa, valamint a Keletközösségi Felsőoktatási Képzési Központ írt alá megállapodást. Az aláírt dokumentumot egy urnába helyezték, ez kerül majd a kutatási központ alapkövébe. Az innovációs és technológiai miniszter a nyírbátori magyar-angol 2 tannyelvű általános iskolába is ellátogatott. Elmondta, összesen 120 millió forintos támogatást kapnak a település oktatási intézményei, amelyet digitális eszközfejlesztésre költhetnek. Van egy programunk, ami a Tanítsuk Magyarországi program. Ezen programon belül a elmaradottabb térségekbe órákat tartunk, mentoráljuk a gyereket, eszközöket biztosítunk. De itt azért nem egészen erről van szó, de mégis ennek a programunk keretén belül biztosítjuk ezt a forrást, azért, hogy számítógépeket talán kevéssé, de ha nem olyan digitális eszközöket, programozható robotokat, matematikai rendszereket, 3D nyomtatókat tudjanak beszerezni, amivel világossá válik, hogy mire is jó az egész digitális technika, meg mivel fognak majd, hogyha kikerülnek az egyetemről, iskolából, akkor valamilyen formában szembesülni.
Két önkormányzati tulajdonú épület is korszerűsödött Nyírcsaholyban. Az összesen több mint 70 millió forintos fejlesztésnek köszönhetően az ingatlanok hosszú távon fenntarthatóak lesznek, és olcsóbb is lesz a működtetésük. Emellett környezetvédelmi szempontból is hasznos a beruházás. A témával kapcsolatban pedig vendég a stúdióban a polgármester asszony Magyar Csabáné. Kezdjük csókolom. Köszönjük szépen, hogy itt van nálunk. Jó estét kívánok. Akkor beszéljünk azokról a felújításokról, vagy azokról a fejlesztésekről, amelyek nagyon frissek, ezek ugye az energetikai beruházások, amelyek megvalósultak. Mit lehet erről tudni? Igen, a napokban fejeződött be ez a projektünk. Két önkormányzati tulajdonú épületet újítottunk fel. Egyik épületünk a polgármesteri hivatal, jelenlegi polgármesteri hivatal, illetve a település szívében a hivatal melletti épületünk felújítása történt meg. Kettő pályázatot nyertünk ezekre az épületfelújításokra. Egyik forrás terület és településfejlesztési operatív program keretében az energetikai korszerűsítés, ez mintegy 44 millió forintos beruházás volt, illetve a hivatal tetőszerkezetének és belső felújításának megvalósítására 30 millió forintot nyertünk Magyar Falu program keretében. Nagyon-nagyon szép lett az épület, és mindkét épület. Nem csak esztétikai szempontból vagyunk erre büszkék, hiszen a település szívében van, hanem valóban annak kapcsán, hogy a födém szigetelése, a homlokzat szigetelése, fűtéskorszerűsítése, nyílászárók cseréje történt az épületekben, mindkettőben. Valóban környezettudatosság és fenntarthatóság szempontjából is nagyon-nagyon nagy lépés ez a településünk számára. És azért vannak olyan beruházások, amelyek egy közösségi élet szempontjából is eléggé nagy lépések. Lásd például a helyi piac, ugye? Igen. Elmúlt év októberében adtuk át a helyi termelői piac létrehozását erre a felújításra, illetve építésre. Szintén terület és településfejlesztési operatív program keretében nyertünk mintegy 50 millió forintot. Ez korábban nem volt? Nem volt termelőpiacunk. Ez is a település szívében helyezkedik el. Egy gazdasági épület épült meg, két gazdasági helyiséggel, és ami nagyon-nagyon pozitív hozama, hogy a térség gazdasági fejlődéséhez is hozzájárulhatunk ezzel, illetve hát kis település vagyunk, és szem előtt tartjuk azt, hogy a helyieket tudjuk foglalkoztatni helyben. Ennek kapcsán egy fő helyi lakosú ember felvételére került sor. Ez pedig azt jelenti, hogy akkor tényleg a közösség aktív részévé vált ez a helyi termelőipiac, tehát azt akarom ebből kihozni, hogy milyen gyakorisággal üzemel egyáltalán a termelőipiac, és hogy mennyire jelent központi szerepet a település ennek életében. A bevezetése folyamatban van, a gazdasági épület működtetése természetesen tavaly október óta folyamatos, viszont a tavalyi aggasztó vírushelyzet kapcsán nem tudtuk azonnal beindítani a piacot, és ennek a fejlesztése még folyamatban van. De vannak még olyan fejlesztések, amelyek megvalósultak, és ez is. Igen, büszkén mondhatom el, hogy nagyon sok fejlesztésünk van, ami a közelmúltban megvalósult. A védőnői alapellátás fejlesztésére Magyar Falu program keretében csaknem 3 millió forintból eszközöket fejlesztettünk, eszközöket vásároltunk. Szintén Magyar Falu programból a köztemetünk fejlesztése történt meg. Itt egy széles utat építettünk a két temetőben lévő két sírpad szele közé lépcső lejárókkal, hogy az idős emberek, illetve mozgásukban nehezített emberek is tudjanak a sírpad cellákhoz balesetmentesen lejutni, illetve régi elavult kegyeleti hűtőnk volt, ennek a cseréje történt meg. Vidékfejlesztési programunk keretében 20 milliós pályázati összegből 5% önerővel a közétkeztetés fejlesztésére a konyhánk strukturális felújítása történt meg, illetve korszerű gépek beszerzése történt, és hát büszkén mondhatom el, hogy a konyhai dolgozónk is mind helyi lakosúak. Szintén vidékfejlesztési program támogatásából 13 millió forintos pályázati összeget nyertünk, amelyből mezőgazdasági gépjárművet, illetve ahhoz kapcsolódóan egy árokású adaptert szereztünk be, így segítve a gazdákat földterületükhöz történő kijutásában, hiszen ezzel az árokású adapterrel a külterületi gazdasági földutak karbantartása
valósulhat meg. Sokszor elhangzik, hála Istennek, a fejlesztések szó, no de még egy fontos dologról nem beszéltünk, mert hogy ugye a nevelési intézmények sora is bővül, illetve hát azokat is fejlesztik. És ez pedig ugye egy település közösségnépesség megtartó ereje szempontjából nagyon fontos. Igen, én is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, jövő évben válik realitássá, és nagyon örvendetes hír az, hogy van egy óvodánk, egy 100 férőhelyes óvodánk, és ez most egy ennek a megépítésére, illetve új épület építésére kaptunk forrást, illetve nagy igény van bölcsőde kialakítására Nyírcsaholyban, hiszen ezt most társulás kapcsán látjuk el ezt a feladatot, így a 100 férőhelyes óvoda megépítését követően a jelenlegi épületből mini bölcsőde lesz majd, ez a jövő évben fog realitássá válni. Tehát akkor önöknek lesz mini bölcsődéjük, bölcsődéjük, óvodájuk, és még általános iskolájuk, az pedig van. Mini bölcsődénk, óvodánk, igenis, iskolánk is. Máté Szalkától önök 5 kilométernyire vannak, egy 2300 fős településről van szó. Mennyire tudnak profitálni abból, hogy közel van ez a település? Azt gondolom, hogy nagyon sok pozitívumról számolhatok be, annak kapcsán is, hogy a város vezetésével igen jó kapcsolatot ápolunk, hiszen dr. Hanusi Péter polgármester úr korábban 8 éven át Nyírcsahol polgármestere volt. Szeretettel köszöntöm őt is innen. Illetve nagyon-nagyon sokat jelent a számunkra Máté Szalka közelsége, hiszen nagyon sok nyírcsaholyi lakosnak, embernek munka lehetőséget kínál. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy sok fiatal telepedett le Nyírcsaholyban. Köszönhető ez a Máté Szalka közelségének is, illetve a kormány számos pozitív családpolitikai intézkedésének, hiszen sokan vásároltak lakást, fiatal párok, és itt alapítanak családot Nyírcsaholyban. Békés, csendes, falusi környezetben, és hát azt gondolom, hogy ma már a 21. században egy 5 kilométerre lévő munkahely megközelítése már nem probléma. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm. Önöknek pedig köszönjük, hogy velünk tartottak. Ez volt a 35 perc, amellyel legközelebb hétfőn várjuk majd önöket. Addig is nézzék további műsorainkat. Mostanra köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!